Igen, most már megkaphatom a pénzem. Természetesen megérdemlitek a pénzt. Az asszisztensem Sofia már vár az irodában a csekkétekkel. Szia Hajni, hello, hogy vagy? Hogy telt a nap? Á, a gyönyörű Sofia kisasszony, mire várunk még? Menjünk! Na, irány Sofia kisasszony, és vegyük át a lóvét. Itt mit tudunk csinálni? Mindenünk van, amit csak szeretnél. Szendvicsek, fánkok, pizza, kávé. Egy sört szeretnék. Nincs sörünk. Hát, nyilván nincs. Akkor egy szendvicset és két fánkot. És ne felejtsd el a sört. Igen, ugyanaz a párbeszéd. Ugye kis kikacsintás egy másik filmre. Hello, te mit tudsz? Rendező irodája folyosó végén van. Köszi. És nem érek rá, dolgozok, fia. Aha, kis utalás. Menjünk el arra. Ennek a filmnek nagy sikere lesz. Címadás jobban illene egy videójátékhoz. Igen. Bizony. Hé, hallottad ezt? Sofia kisasszony elfoglal, gyertek vissza holnap. Ó. Hát a rosszat azt nagyon sajnálom, viszont annak örülök, hogy megjöttek a rendelt könyveid. Lehet, hogy veszélyben van. Állj félre. Különben, hát? Különben. Dübe jövünk. Na? Mondd ki. Ez az, na végre kimondták. Na semmi egyébként, mivel jó volt ma az ide, ezért gondoltam így sétálgatok egy nagyot, úgyhogy... Az idő adta magát. Kidobjuk ezt a kettőt a keményebb módon. Ja persze. Kicsit régóta volt ez már, úgyhogy... le is lehet taposni rájuk. Így, rúgni is tud a kedves. Ezt kiütöttük. Hát még rúg is. Hát ezeket elintéztük. Jó van. Átsátok meg azt a kettőt! Húha! Elrabolják a lányt! Ki kell szabadítanunk! Elrabolják a pénzünket! A gyere ide, túl! Ilyen játéktermi bonyú. Hú, ez a zene. És ugye Terence-szel föl is tudunk ugrani az asztalra, hogyha arról van szó. Ilyen lecsapta őket. A taxi órát. Kedves bud. Jaja. Mindenki megőrült, hát úgy tűnik. Nem mondom neked, mi történt. Épp most léptek meg a pénzünkkel, nyilván. És a barátnőmmel, hát azaz. Elvitték a nőt is. Barátnőd, de soha nem is beszélt veled. Ugyan a szavak nem fontosak. A válogatás után egyenesen a szembedézett és rám mosolygott. Tipikus. Szabadítsuk ki Sofia kisasszonyt. Na, meg is kell találni a rendezőt, nagyon jó. Ez a zene megöl amúgy, kurva jó. Húha, jönnek. Sört kérném, köszi. Üveggel lecsaptuk, hello. A két ütést bír az üveg, jó van. Ezt legalább tudjuk, üveg, bocs, korsó. Ez a pofonos! Ezt ki kell próbálni. Az jó! Köszi! Ó! Oh. Hova bújt az az átkozott rendező? Igen, főnök!
Ezek betegek. Cső, Oxalom, hello! Kapjátok el őket annak a középszerűnek a... Jó van, ezt nem is került elolvasni időbe. Persze. Pif, pofonok! Köszi a sört. Ezt ledobtuk őket. Ja, készült amúgy ezek, róluk is egy játék, ugye ez a Slaps and Beans, hogyha Sipi még itt vagy. Úgyhogy ezt mindenképp akartam streamelni is, hogyha arról van szó, úgyhogy ez nem maradhat ki. Mert tényleg ez a játék, hogyha rajongó vagy, ugye? Sőt, szerintem alapból se rossz. Fun faktor ugye hozzájárul a dolgokhoz. Ezt átugrotta, hello. Jók is azok, amúgy. Közös filmjeik is, meg ugye, hogy hogyha úgy van, tudod, hogy egyenként csinálnak filmet, ugye az se rossz. Elmentek már mind. Megvan a rendező. Igen, elég sok mindent kell elmagyaráznod. Dettó, amúgy. Elrabolták Szófia kisasszonyt, és felember a stábban a cinkosunk volt. És a pénzünket. A pénzünket is elrabolták. Ellopták. Az ellopták a helyes kifejezés erre. A pénzemnek is vannak érzései. A számomra ez elrablás is. Kész. Beszarás. Akkor elmehetek? Nem. Oké, akkor elmondok mindent, amit tudok. Ezt a filmet, a stábot és az egész felszerelést egy bizonyos Tango finanszírozta. Nyilván Tango. Pénzért cserébe két feltételt szabott ki. Ő választja ki az asszisztensemet, aki az elrabolt lány és az összes többi embert, aki ezen a filmen dolgozik. Nagyon jó. Igazából a főszereplőket is ő akarta kiválasztani, de soha nem jelentek meg, ezért vettünk be titeket. Jó. Ez a tenger először odaadja a pénzt, majd elrabolja. Éppenséggel úgy tűnik, hogy jobban érdekli a lány, mint a pénz. Te vagy az, akit érdekel a lány. Szóval meg kell találnunk ezt a tengót. Rendező úr, van bármi, ahol vannak? Lesz egy verseny a városban ma, és Tango személyesen fogja átadni a nyereményt a győztesnek. Hát nyerik meg, ja, a versenyt. De nincs autónk, amelyel indulhatnánk a versenyen. Még nincs. Nem is tudom, nagyon rossz érzésem van ezzel kapcsolatosan. Na, kész a pálya. Van egy sanda gyanúm, hogy milyen verseny lesz ez. Na igen, a bizonyos sörvírsli, ugye. Fúha. A különben dübejövünk díszleteit láthatjuk. A bugikkal, ugye. Beszalás, igazi fanbase a játék amúgy. Őha. Ez bűz csak rám. Üdv. Halljatok meg, csak versenyzők léphetnek be. Mi is azok vagyunk. Legyetek itt egy órán belül az autóitokkal. Tehetnénk pár pólóba kört a pályán ez alatt az idő alatt? Kezdem elveszíteni a türelmemet. Most pedig tűnjetek el. Hát kéne Verdát is szerezni. Hát nem úgy ment. Ó, tényleg? Hát, van egy csandanyom, hogy őket szét kéne verni. Mi ezért pancserek, komolyan részt akartok venni egy rally versenyen autó nélkül? És ti kik vagytok? Tango válogatott sofőrje, az elmúlt három bajnokság győztesei. Pfff. Vesztesek, jó van már, persze vesztesek. Te is arra gondolsz, amire én? Püf! Itt nem lehettek itt. Püf. Szerintük pedig de.
Így ezek a hangok, ezek beszarás amúgy. Mégis nem voltak olyan rosszak, még kölcsön is adták az autóikat. Én csak szépen kellett kérnünk őket, azaz. Na, meg is van a Verda. Én vezetek, jó van. Na most mi lesz? Ki vezet? Döntsük el kártyán? Nem. Csak te maga gondolod rólam, hogy csalok. Te mondtad, nem én. Mit szólnál a Skanderhez? Ijajaj. Nem. Ez, hogy én gyerek, mi? Te mondtad, nem én. És mit szólnál egy sörvírsli versenyhez? Oké, hol? Arra. Sörvírsli verseny, bizony. Az evéshez nyomd meg a gombokat a megfelelő időben, így ásölt a sebesség csökkentéséhez. Hát hajrá! Járni fog a bád. Van egy sandanyom, hogy bát fog venni. Jó, nyomj a bad. Érdekes megvalósítása, de tök jó amúgy. Egy percünk van. Ezt megszívjuk, sajnos. Pedig... Az elején még volt némi reményem, de most már nem sok van. Sajnos, ezt elbasztuk megint csak. Már 20-szal megy, te jó Isten! Az igen. Elég jó megy, kedves bád. Meg szarul nyomom a gombot. Ezt nagyon buktuk. Sajnos. Pedig nem sok kellett volna. Így a közepe felé. Hát bád nyert, akkor bád vezet. Game over, ugye mivel Terence-el vagyunk. Na, megpróbáljuk még egyszer. Jó, ez megvolt. Titi. Sörvisli versenyre? Végül is. Akkor felváltjuk virsli, mit tudom én, valami üdítővel, mondjuk narancs-virsli versennyel. Mármelyik az nem biztos, hogy túl egészséges az emésztőrendszernek, bár embere válogatja ugye azt is.
Na próbáljuk meg még egyszer. Hát most kicsit több sikerünk lesz. A sörvírsli versenyen. Oké. A zene az még mindig jó. Hát, ez ilyen sajnos. A zene az még mindig jó. Lehet az is jó amúgy. Ó, ezt elbasztuk. Egyébként azért van a másik oldalon is ilyen ikon amúgy, mert ugye ketten is lehet játszani, tehát ugye egymás mellett is, meg ugye online is, hogyha arról van szó. Egyébként Steamen is fenn van a játék, úgyhogy valaki érez magában hajlandóságot, hogy megvásárolja, azt meg tudja tenni. Próbálkozom. Szia, Szancsi! Éppen a nagy sörvízsli verseny közepén vagyunk. Hogy vagy egyébként? Így, hát ezt elbasztuk. Inni kéne. Hát ezt lehet, hogy megint bukni fogjuk sajnos. Bár annyit iszik. És Terence-el vagyunk. Ha megint 20-szal megy, hát nem hiszem el. Annyira rossz volt? Vagy annyira fárasztó? Igye? Áh! Isten áldása. Bazd meg, bad. Nagyon gyors. Úristen. És egyre gyorsabb. Hát a sajnáltalalom úgy. Remélhetőleg az este az jobb lesz. Áh. Behozhatatlan. Jó, mondjuk az elején itt is elszúrtunk párat sajnos. Bad nyert. Hát nyilván bad nyert. Áh. 108-77-re nyilván. Mondjuk nem hiszem, hogy Bud azért jobb lenne benne. Bár mondjuk, ha ezt is elbukjuk, akkor megpróbálom majd Buddal is. Hát ha. Hát majd kiderül. Lehet, hogy a mostani alkalommal sikerül egy jobban összehozni a dolgokat. Majd kiderül. Gyors pia szünet. Mármint nem olyan pia. Hát videóban mindenképp, hogyha esetleg most nem nyerünk. Vagy nem tudom. Pedig jó lenne megnyerni. Mert lehet, hogy akkor még tovább sem tudunk menni.
Sajnos. Pedig jó lenne. Na még egyszer. Jó, oké. A zene az még mindig jó. Nem akarok elordibálni még semmit. Basz meg! Bád! Vagy... Charlie? Vagy... Mi a neved? Vagy hogy nevezzünk? Nem szabad hibázni se, az az igazság. Beveri a vízsliket rendesen. Áh! Vinni kéne. Már megint ízzel megy, beszarás. Bád, te állat! Bazzeg, ez csak nem szúrja el. Hát, ez kurva jó a zene, mit akarsz? De tényleg, viccen kívül. Egyen meg! Áh! Ezt is bukjuk szerintem. Nyilván, bud! A büdös fenébe! Most legalább már egyre kevesebb kell. Jó van, most váltunk karaktert. Most leszünk buddal. Hát, ha vele jobban sikerül. Hát, ha, bár nem biztos. Ja, nem sok kellett volna. Megpróbálom most Buddal. Hát, ha... jobban fog menni a dolog. És akkor most a bal felét kell nézni ugye a dolgoknak. Yeah.
Az a baj, hogy ilyenkor tényleg lassabban is fölhozza magát addigra szerintem simán. Sajnos. Hát. Muszáj kicsit a gyorsakkal is játszani. Na gyorsan iszunk egyet, bár mondjuk így is fölhozta. A büdös. Nyilván gyorsabban jön le neki. Mindegy, hajrá. Fél percünk még van. Szűken. Jó lenne egyet-kettőt elszúrnál, kedves Terence. Picsába. Na még egyszer is, most báddal. Már most talán nem kellett olyan sok. Jó van. Ez egy ilyen kicsit hosszadalmasabb dolog, mert véna vagyok. De nem is baj. Talán. Hát látod? Van ez így. Hát jó estét, Matex, hello, szia. Szevasz. Csá. Mi a helyzet? Gyorsan ránézünk itt a dolgokra. Hát most összejön. Spanyolokat. Az úgy érdekes. Jó, hát mondjuk náluk is azért népszerű a karakterpáros. Nem csak itt Közép-Kelet-Európában, ugye így a németeknél, olaszoknál és magyaroknál. Többségében. Így ezt elbasztuk, hello. Hova sietsz? Azzeg, ma 10-zel megy. Ma megint. Kedves. Na. Szép volt.
ez már egy bukó szerintem. Az a baj, hogy az elején sokat elbasztam. Bazd meg, Terence. Ah. Bazdmeg, a 101 név van, az jó. Ajd, nem. Köszi a követés, Matex, hello. Az igazság, hogy a zene közben meg lenyugtott, tehát azért így ilyen kettős érzésem van, meg kicsit idegesít is, de a zene így lenyugtatja a kedélyeimet, úgyhogy nem is bánom amúgy. Hogyha azt vesszük. Köszi a követést, Motex, hello. Ja, amúgy ez a különben dübe jövünk díszlete. Így a játékon belül ugye a sárga fedeles piros bugival. Köszi, köszi. Meg hát én is nagy Bud Spencer, Terence Hill fan vagyok, úgyhogy ezt a játékot semmiképpen sem akartam kihagyni. Ha már így streamelgetek, úgymond. Na. Hát, azaz. A buggy. Régen én is egyébként arra vágytam, úgymond, hogy egy ilyen buggyban egyáltalán ülhessek, úgyhogy... Az azért egy életérzés lehet, hogyha arról van szó. Hát nem. Ha. Oké. Igyekszem. A sörvírsli versenyt megnyerni. Hoppá, ezt elbasztuk, köszi. Szerintem már így már bukó az egész. Igyunk egy kis sört. Nem bassza el. Ja, most talán.
Bassza meg. Nagyon lassan jön most. Ah. Almost. Ja, csak 13-mal vert meg. Mondhatni. Na még egyszer. Most már tényleg nem kéne elbaszni semmit, mert most is félre nyomtam egy párat még. Bazd meg. Téged meg hogy felidegel a játék hajni? Ezt meg se kérdezte így a nagy gomnyomogatások közepette. Jó, akkor figyeljünk. Ne csesszük el a gombokat. Aha. Már elbasztunk egyet, köszi. Izgul. Hát ez... Hogy jön már másiknál? De... Na. Egy kis esélyünk talán van. Ugye, yeah, buddy! Azaz, gyerünk! Ah! Nagyon lassan jön. És ma megint vezet kettővel, beszarok. Háromma. Kicsit gyorsan jönnek már. Inni kéne. Gyerünk, azaz. Hát ez nem igaz. Ah. Oké. Okay. Most nem kéne elbaszni. Még lehet egy kis esélyünk. Így áll, bád! Gyorsan! Így áll! Áh! De persze már! Bassza meg! Íh! Ezen múlnod, baszki! Egy darab! Áh! Telején nem baszom el! Pedig nem sok kellett volna úgy. Azaz egy pont kellett volna a büdös fenébe is. Áh. Na mindjárt várjál, most lesz a jó. Talán most sikerül is majd mindjárt. Én nem idegesítelek. Áh. Na nézzük. Nem sok kellett volna már. Az elején nem szúrom ezt az pár darabot, akkor lehet, hogy meg is lett volna. Na.
Insert coin, azaz, ja, ilyen jó kis játéktermi feeling. Javába amúgy. Ezzel a grafikával is még karöltve, plusz a fanservice ugye. Bud Spencer, Terence Hill féle, úgyhogy sima. Hó, na újra itt a sörvízsli versenyen. A sofőr szerepéért. Nyomjuk. Hadd menjen. Megcsinálnám én! Nagyon gyorsan jön. A Steamen amúgy elérhető a játék, meg tudod vásárolni, hogyha arról van szó. Szerintem a sörrel magammal basztam ki amúgy. Ki kéne húzni, hogy ő is igyon. Most? Ja? Hát nem tudom, azt hiszem demo is van belőle amúgy. Ki tudod próbálni, azt hiszem. Még nem emlékszem rá egészen pontosan. Talán ez lehet amúgy a taktika, meg a meta. Meg kell várni, amíg ő is viszik. Szerintem. Áú, ezt elbasztuk. Áú, na most kéne inni. Áh, szarul jött ki már megint. Szerintem itt fogjuk bukni. Sajnos. Mindjárt kiderül, csak nem. Áh. Már én is izgulok amúgy. Mi lesz belőle. Ja, amúgy. Fú, bazd meg. Ne csináld. Hosszabbítás, mi van? Ne szívos. Pont, hát ez nagyon jó. Most már tényleg én is izgulok. Már utáld azért. Persze nekem most nem adta be az ivást a büdös fenébe. Muszáj nyomni egy kicsit még. Áh! Előbb kellett volna inni. A büdös fenébe. Áh! Nagyon izgalmas volt már végig, hogy még hosszabbítás is volt. Realisztikus voljak már be. Ja, valami olyasmi. Basszus. Előbb kellett volna inni a büdös fenébe. És hosszabbítás is volt, bazzik. Na ez. Na jó van, akkor ebből fog állni a stream. Szerintem át kellett volna nevezni ilyen hétfői sörvízsli versenynek amúgy. Simán. Hát látod. Ez van. Végén már én is elkezdtem izgulni. Viccen kívül. Úgy tűnik a hosszabbításnál az a taktika se jön be, amikor egyszerre iszunk, tehát... Áh! Pedig muszáj, pedig az lehetne az egyetlen megoldás erre az ilyen helyzetekre, hogy megverjük.
Meg kell várni, amíg ő is iszik. Most? Ah, baszki. Lehetséges, amúgy. Nagy a valószínűsége. Sörvisi verseny rémálmaimban fog kísérteni. Bár még nem hiszem, inkább lehet, hogy a filmet fogom álmodni, hogy basszus. Nem akar egyet se elbaszni. Amúgy. Sajnos. Ah. Jó van, elszúrt egyet már. Ah, ezt elbasztuk. Ah. Nem fog ez így menni sajnos. Picsába is. Fú. Hát igazából a kincs, ami nincs is jó. Sok jó filmük van. Úgy, Isten igazából sok kedvenc. Nem, igazából úgy Isten igazi kedvenc nincs. Így az összes közös filmüket szeretem nagyon, úgyhogy... Hogy igazából nincs kedvenc. A kincs, ami nincs is kurva jó. Bűnvadászok is nagyon jó. Úgyhogy... Nyomás utána, úgyhogy... Ja, az összes közös filmjük, igen. Szerintem ezt újra kéne kezdeni amúgy. Csomót már elbasztam az elején. Én nem iszok már. Jó van, ennyit erő. Még hosszabbításig se jutottunk-e? Áh! Most már mindegy. Majd újra próbáljuk. A nincs kettő négy nélkül is kurva jó, igen. Úgyhogy... Azok is királyok amúgy tényleg. Páratlanok, hogyha már mondhatjuk azt. Na, hát akkor tényleg ez kellett. Szerintem lehet, hogy majd át is írom a címet. Itt fő esti sörvisli versenyre. Skander, szokásos duma, ugye? Na, még egyszer. Az is jó. Mindegyik filmük királya amúgy. Szuper rekusok is jók. A két Dübe jövünk film is jó, ugye? Persze, ő előbb rakta le a korsót, ezt neki előbb jön, nyilván. Áh. Meg több is, ahogy nézem.
Au. Kipróbálok valamit. Au. Jó van, iszunk. Na. Azt. Na, így kell behozni. Amúgy. Nem tudom. Nem béna. Hát nem tudom. Amúgy. Most felgyorsult, mert egy ideje már iszik. Vagyis hogy hát egy ideje már nem ivott, és most gyorsabban jönnek ugye le ezek a csodálatos nyilak. Ááá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 
Ez az! 101! Ez az! Hú! Na ez! Uff! Azt a kurva! Hát végre! Azaz! Már végén direkt nem is ittam basszus, hogy ne húzzuk az időt, hanem leszarom, inkább elnyomom a 40%-át félre, csak a nagyja 60 sikerüljön, hogy előnybe legyünk egy kicsit. Fú, na ez? Na ez? Érdekes volt. Fú. Most jön a verseny a Buggy-val. Van egy csanda gyanom, hogy az se lesz valami egyszerű, majd kiderül. Fú, ez jó volt. Kerülbe a legjobb háromba. Nincsenek ékezetek, csak mondom. Hogy kell irányítani az autót amúgy? És nyomom a jobb rát, az hello? Vagy bal rát? Na ha nem. Így de szar az irányítás, hello! Hú! Na ez? Jézusom! Fú, de béna vagy! Ok. Jézus úristen! Fú! Másik! De arra! Mit csinálok? Jéééé! De másik irányba megyek! Hello! Ez még kontrollerre se! Jézusom, de béna vagyok! Erre menjek! Ja, arra! Jó! Na ez a zene! Ajjaj! Az irányítás nem valami jó amúgy! Ászte! Meg béna is vagyok ráadásul! Ez az! Két körös, de örülök neki, hogyha egy kör tudok menni! Vagy inkább csak egy felet! Fú, ez ilyen hiperérzékeny! Fú, de béna vagyok! Hello! Jó, legalább megvan a kör vége. Nem megy! De arra! Nem tudom irányítani. Amúgy. De arra! Hát ez jó lesz. Hú, de béna vagyok. Na. Fordulok, épp ez az. De olyan hiperérzékeny. Nem jó, ez az. De
Egy körcsi tudok bemenni. Biomassa az első. Áh. Áh. Na. Hát ez az. Ez a baj. Na. Áh. Csambági. Él. Hol vagyok? Megyünk. Ez az. Jézus úristen. Megcsókoltam a fát is, jó van akkor. Utolsó, ez az. Egy kör megvan. És még élünk. De... Ezt a valóságban ne próbáljátok ki. Fokozott odafigyelést igé... Na, nézd meg. Ja, hogy arra? Jó. Szerintem engem? Ja nem, nem, nem engem. Ah! Mi az, hogy first? Mi az, hogy first? Mi az, hogy first? Hogy első vagyok? Hogy lehetséges ez? Hát én se értem. Mi? Ez hogy történhetett meg? B1. Az igen, főburul a buggy mindjárt. Az mi? Ez most komoly? Kizártak mindenkit! Mi a fasz? Jézusom! Most valaki klippelje! Jézusom! Hát erről kell egy kép! Tangúrnak a kárt adja majd a verseny nyertesének a díját! Jézusom! Közünk nem volt a versenyhez! Ú, a zene! Főnök, ez a kettő átvert minket! Bocsáss meg, főnök! Lehet amúgy! Megmondtam, hogy nem értettek meg minket. Kik vagytok ti? Mit akartok? Add vissza a pénzünket, meg a lányt! Főnök, ők azok. Ugyanazok a fickók a díszletről. Állítsátok meg őket! Látszak, nem akarnak átengedni minket ezek az úri emberek. Úgy gondolod? Úgy. Püf! Úgy is van! Most újra báddal vagyunk, ugye? Repülnek a pofonok ezerrel. Így neki dobtuk a gurkapálcát, vagy mi az. Hú, ez a zene basszus megöl amúgy. Kurva jó. Csak a píz. Hát, jó öreg badunk, ugye? Másik oldal meg ugye, kedves Terence, ugye? A lány, elvitték a lány. Gyere ide! Hagyd a veromat! Aha! Így a méterrudat fővette, vagy mi ez? Gyere ide! A kedves! Azaz kedves! Ott lecsaptuk őket, mint a tekegolyókat!
Kösz a sört. Menjünk is tovább. Puff. Fejbe dobtuk a korsóval. Üha. Dagadbohóc is van? Hello. Őt is megkeverni. Na gyere ide. Hát ez az, meg egy csepp vér sincs, tehát filmjeinkben ugye. Ez csak tárgyal lehet sebezni. Na, ő is kifeküdt legalább. Oké. Okay. És ledobtuk a másikkal. Bocsánat, főnök. Íj. De meg egyébként ők egyébként végig is ilyen pacifisták voltak, tehát ők egyébként nem is szeretik az erőszakot, csak hát úgy is jelenítették meg ezeket, ugye, hogy egy csepp vér nélkül, meg minden. Úgyhogy... Meg hát ők egyébként még az interjúkban is mondták, hogy ezek igazából nem harcjelenetek voltak, hanem kvázi ilyen koreográfiák, így táncszerűen. Úgyhogy... egy kis érdekesség róluk. Lalalalalal. Elnézést, uram. Nex. Örülök a találkozásnak, Nex. Nem látta Tongó merre ment? De hogy nem, itt van bent, aha. Ja, aha. Csak effekt. Na irány befele. Sikerült átvernem őket. Gyerünk, fiúk, csapdába estek. Aha. Tudodjátok, mi jön most. Szétverik az épületet, meg benne mindenkit. Slap burst! Hajrá! Jöjj! Beszarás. Egy másik filmben igen, itt csak ki lettek ütve. Nesze! Dur! Azaz! Ezt nem dobtuk rájuk sajnos. Puff! Tiszta játékterem feelinget is idéz amúgy, a játék is amúgy, kurva jó szerintem. Jííí! Hello! Jó van, az meghalt. Kell kis segítség? Nem úgy tűnik. És ugye ketten is tudjátok játszani, hogyha úgy van. Egy gépnél is, meg online is elvileg, úgy tudom. Hát ilyen ütés van, várjál, mindjárt mutatom. Hogy lecsapja, tudod, ököllel. Ja, így mondjuk bejött. Ah! Bebe! Az amúgy healnek szolgál, úgyhogy... Végülis adja magát, illetve vannak ilyen signature mozdulatok, tehát így a rájuk jellemző mozdulatok így jelen vannak. Benyeljük, köszi. Püf. Íh. Mint a görögnek húztak volna be, amúgy. Íh, meg jönnek. Puf, hát ezt fejbe vágtuk. Íj, összekoccantak. Fogalmazzunk úgy. Na, a másik irányba kellett volna, mindegy. Dúr. És akkor ugye a signature zene azért megy alatta rendesen.
Ez az. Nagyon körbevettek minket, az a baj. Csap bele! Helyes. Sőt, azt fölvesszük. Köszi. Megvan Tereza! Ja nem. Mentsétek meg a kis drágaságomat. Ó, macska. Fenébe ez a macska veszélyben van. Hát nagyon nagy veszélyben van. Nem a macska, a lányom. Ja? Húha. Ajjaj. Az az jó kis parasztlengő, az az. Ma még nem, miért? De ugye, hogyha kooperatívba toljuk, ugye a másik haver be tud ugye lógni oda. Szegény kislánynak kirász, kiforgott még a lelke is. Szegény lélek, ugye? Legalább megmentettük. Anyuci! Még ma még nem beszéltem vele, miért. Köszönöm, hogy megmentettétek a kislányom. Oké. Szuperhős urak. Ó, basszus. Reméljük semmi komoly, amit később nem lehetne megoldani. Vagy akár húzamosabb ideig. Azaz bélcsárdás, azaz. Ó, újabb jó tétlelkek. Kapjuk fel a fickót. Várjál! Beszarok ezen mindig amúgy. Íí! Íj, ez eltört. Fészen leírtad. Hát majd megnézem, jó? Remélhetőleg nincsen tényleg semmi komoly probléma. Íj, de jó vagy. Bár szerintem ezt te fogsz kelleni. Lecsapta azt is. Szép. Gyegyek a horror házába. Na, menjünk egy kicsit. Menjünk, senki sem olyan hülye, hogy ott bujkáljon. Nem akarsz bejönni, akkor ne gyere. Hú, én félek. Menjünk, kutassuk át azt a helyet. Jó. Irány a horror háza. Oké. Éppen egy kislányt mentettük meg a forgó hintától, vagy hogy így fogalmazzak amúgy, úgyhogy érdekes. Horrorház. Aha, újabb bunyó. Pedig szétverik a helyet. Mert itt... ott lógnak az emberek az ilyen izékon, mivel be kell menni. Beszarász. Ott iszkol. Hello, te hova mész? Ütézzétek el ezt a két csótány bármi áron! Természetesen főnök, soha nem jutnak túl rajtunk. Aha, persze. Azt hiszem megint elszaladt. Gondolod, hogy nem kedvel minket? Pontosan ezt gondolom. Azt gondoltuk. Kapjuk el tengót. Az micsoda? Rugó vagy? Ó, nem, korsó. Átugrotta rendesen. Íí, kettes kombó! Vagy mi fene? Csak azért, hogy korsó legyen a kezünkbe. Utolcs sem lesz. Íhihihi.
öröm újra látni Knex úr. Snex úr. Elég. Végetek az embereim mind tökéletes pilóták, hajszátok itt véget ér. Úgy megütöttem, még pössze is lett. Nem mondta még neked senki, hogy megígyszer karral rossz dolog vezetni? Fanbase. Így a tetőfokára hág. Íha! Bocsánat, főnök. Puff! Ezek gyorsak. Dodge-emmel együtt eltűnnek. Puff! Gyere csak ide! Puff! Mennek a pofonok rendesen. Hello? Rendben, akkor jó pihenést. Szia! Hát azt lecsaptam. Hogy már abba. Össze-vissza beszélt. Mit akartok a főnökömtől? Nincs ideje társalgásra vesztegetni az idejét veletek. Csak jó lesz. Szegény magányos gyerek voltam. Adott nekem egy $100 bankot és ezt mondta. Menj, vegyél tiszta ruhák és gyere vissza dolgozni egy cirkuszomban. Azóta is neki dolgozom. Le kéne csapni? Hogyan? Így? Hát én is remélem. Jó ét, szia! Ezt hogyan kéne lecsapni amúgy? Az a baj, nem tudom. Váltsunk karaktert. Ah! Nagyon nem jó. Már el csak itt nincs semmi érdekes. Ah! Lehet, hogy meghalunk. Ez nem lesz jó. Tudom, de a spoiler az meg nem szabad. Aha, te tudod. Az amúgy backseatnek minősül. Hogyha a sztorinak egy fontos részét lövöd le, az a spoiler. De egyébként most nyugodtan mondhatod, hogy hogyan lehet legyőzni. Boss. Valamit el kéne rá kéne dobni, nem? Legalábbis azt tudom el... Oho! Na várjál! Volt itt valami gomb. Fel lehet ugrani. Aha, amikor lép. Értem. De gondolom ez két emberes feladat. Nem jó. Én vagyok a béna, az a baj. És nincs híl a közelbe. Nekem nem fog így menni, sajnos. Most melyikkel vagyunk? Buddal. Jó, szerintem Buddal kéne csapni. Legalábbis azt tudom elképzelni. Na, hátulról támadnék. Tudom, nem tisztességes, de... Jó, oké. Nem jó. Az a baj, hogy ez nem jó.
Ah! Három ütés. És nekünk annyi. Hi! Cső Góti, hello, mi a helyzet? Hogy telt a nap? Szerintem ez két emberes meló lenne. Nem tudom. Várj csak. Csak próba. Hát a hárítás lószart nem ért, köszönjük. Az a baj, hogy béna vagyok, meg lassú, úgyhogy... Áh! Mondom, béna vagyok, meg lassú, az a baj. Ó, még küld is embereket, az jó. Azaz, vedd csak fel a healt, úgy-úgy. Az a baj, hogy hiába ütöm a lábát. Sajnos. Áh! Hogy várjál? Áh, ez se jó. Nem tudom ledobni se. Sajnos. Áú. Közben jönnek ezek is. Megint nem jó. Ez se jött be sajnos. De... Igen, én vagyok a béna, nyugi. Áh. Hát ez game over, igen. Mert az mondjuk még működő koncepció lehetne, hogy mondjuk Terence-szel ráugrunk innen. Kedves tud mászni. Már megütöm, az se jó, az a baj. Hallod bád, miért nem jössz el onnan? Várjál. Bazzeg. Itt se jó. Jaj. Amikor lép. Mármit mi van meg? Jaj. Au. Vesz a sört. Ó,
kék asztal? Ja, erre a kék asztalra? Aha. Aha. Aha, oké. Na, csak nem ilyenkó. Oké, jó. Oké, köszi. Köszi. Közben meg ütni kell, mint az állat, ugye? Oké. Köszi! Köszi! Ő a kis alacsony. Most már látsz engem? Ajjajjaj. Hú, hát az fölmászott. Ezért hát én azt hiszem megyek. Na mennyi? Köszi a tippet, köszi! Köszi, Sipi, köszi. Aludtál, jó, hát nem csodálom. Kicsit unalmas már, unalmas lehetett, hogy nem jutok sem erre. Város. Hát hallod, az a bugis verseny valami eszméletlen volt, hogy az hogy jött össze, úgyhogy... Ja. De köszi amúgy, köszi. Egyébként, hogyha kérek segítséget, akkor nyugodtan mondhatjátok amúgy simán. Hát, persze, hétfő van, az sose az egyszerű napok közé tartozik. Arról a versenyről szól a plakát, amit megnyertünk. a zene, hello. Fizetésemre vadászok. Vadászok, mi? A bűnvadászok? Mondjad. Győzteseknek jár utalom, hatalmas volt, aha. Mi? Azaz. Szóval a tangó megint lelépett a pénzemmel. Most már nagyon el akarom agyabugyálni. Szép. Ó, kadét? Az igen. Kemény. Nem akartuk már eddig is elagyabúgyálni? Hát most már duplán el akarom. Szép. Változik a környezet, Miami Beach. Bűnvadászok. Hallottátok ezt? Ez a kettő a főnököt üldözi. Tanítsuk móreslő őket. Nyilván. Amúgy egyébként ugye különböző filmdíszletek meg ugye filmzenék fognak megjelenni. Ez egyébként egy ilyen átívelő sztori ugye ezek között. Úgyhogy volt ugye... Ördög jobb és bal keze volt ugye a stúdió egy ilyen kis kitekintés, ugye volt az előző film a Különben dübből jövünk, és ugye most van a Bűnvadászok, basszus, az is egyébként kurva jó film tőlük. Ott is olyan dumák vannak, beszarok, beszarásom úgy helyenként. De komolyan. Üff. Ajtót is lehet használni. Tír. Miami Beach. Az a nyomás utánában van. A cseresznyés dolog. Meg a bomba a fogban, az a nyomás utánában van. A fagyis, igen, az is a nyomás utánában van, ugye. Várjál, Terence, segítek. Íííí, hello. Itt a izé van, a galéna, tudod? Szőkehajú orosz nők. Tudod? Meg ugye... Kirby a parancsnok, meg minden. Megállj, senki sem mehet tovább. Ki vagy te? Ügynök. Én vagyok a törvény. Furgon miatt pánik tölt ki a városba. Próbálj kitisztítani kereszteződést. Látod te azt a járványzatot? Te is arra gondolsz, amire én?
Valószínűleg nem. Várj meg, itt van egy ötletem. Mehetsz. Gyors, váltottuk karaktert. Ó, felvonó. Gyors karakterváltás, és mehetünk is. Tetőn parolászunk, nagyon jó. Jaja. Pontosan, azaz. Az első titert egész jól bírom, a hatodiknál kezdek kötekedni. Íj, hagyj más pap, adj csak ide! Ezt elviszem magam a serpenyőt, köszi. Beszarok ezen még mindig, kúr olyan, hogy... Kettes kombó! Arra be, jó. Ja le, bocs. Hát... Szerencsé, hogy én már jó beettem még stream előtt, úgyhogy... Én se ilyest letnék a hagymás bombra, nyugi. Úgyhogy ismerős amúgy az érzés. Püff! Lecsaptuk a serpenyővel, hello. Tír, tír, tír! Itt meg Terence a sört, azaz. Uha. Ki ez, Don Matteo? Ez úgy tűnt. Kösz. Hogy más buffét is. Nem az, csak éhes leszek tőle. Hogyha meglátom, meg meghallom, tudod. Hát azt hittem én is lesz, úgyhogy... Emeltek, semmiféle komoly probléma nincs. Íha! Íha, ott repült egy pofon, hello! Alacsonyan szállnak a pofonok! Hoppá, egy furgon. Ez a furgon úgy néz ki, amikkel elrabolták a lányt. Ez az a furgon. Pisztáciás. Jaja. Pisztácia elfolyott, csokoládé nem is volt. Ugye? Mondd te a te hangod mélyebb. a bevásárlóközpont. Kocsival lehet valamit csinálni? Nem. Picsába. Még ötleteket adott. Bocsásson meg, kedves. Még ez nem tűnik nőnek. Elég ebből a kedveskedésből. Te a bevásárló központ előtti furgonban van a zerrabolt pénzünk. És a lány? És a lány? Nem láttad, ki volt a sofőr? Merre mentek? Nagyon komoly helyzetnek tűnik. Hívom inkább a menedzsert. Nyilván. Tangó úr, segítsen! Csatolmos fickó fenyeget engem. Úgy tűnik, megint helyben vagyunk. Zsákos fejűek itt vannak. Hölgyeim és uraim, ez a bevásárló központ mostantól a miénk. Hagyják el az épületet. Miért nem félnek ezek ketten? Na vajon miért? Ó, értem. Jó van, majd megnézem. Bocsánat, ősüket, én meg béna vagyok, nem tudok szaladni. Csak nem a kocsmás jelenet a bűnvadászokból. Csak nem. Ú, tényleg, nos lássuk, ha süket így megért engem. Az ördögért nem reagál. Hagy csak, tök fejű szegény. Hey! Kit nevezeltetök fejűnek?
Kapjátok el őket! Kamarlacsapásra kerültek. Ja, amúgy srácok, az ilyeneket nem kell amúgy kiírni egyébként, majd én is ránézek, vagy meg minden, úgyhogy meg azért tartsuk ezt inkább privátba, tudod, mert ez másnak a magány, ugye érted? Ezt inkább hanyagoljuk így a cseten, jó? Oké? Okay. Ja. Nem látja, hogy pisztoly van nálam? A látásommal nincs baj, és durr egy kurva nagy pofont lekever neki. Várjál, ezzel nem lehet csinálni semmi. Gondolom, ez Terence-el kéne. De, lehet. Íh, micsoda pofonok. Íh, levertük a... kirakatot, he. Puff. Íh, na, az pofon. Picsába is, na mindegy. Egy gyümölcsökkel dobálózni, jó? Íh, sikerült! Fasza. Ez az. Ja, ugye a játék elején tényleg volt olyan jelent, hogy szegény babunk lett oda, úgyhogy... hát az üres serpenyővel utána megbosszultuk. Úgyhogy... persze. Aha, ott még vannak. Adjátok őket közelebb jönni. Mi ez? Beszarás! Gyümölcsökkel, azaz. Puff, de beszarok. A fanbase, ugye? Ajajaj. Áh! Puff. Szép volt. Újabb csata? Au. Szép. Mihány itt vannak? Sört, azt vegyük fel. Boom. Le lettek csapva. Ah, még jönnek? Ah, még van egy. Szebbe sikerült kólintani. Mi? Sikerült! Vett fő Terence. Hát ez kurva jó még mindig. Lele. Úgy tűnik meg tovább vezet az utunk. Faszán. Üja. Adjátok ide a lányt, meg a pénzünket. Vitek innen ezeket a zaklatókat. Az igen. Pénzt is dobál. Üsítek őket gyorsabban. Ija, kicsit szarul állunk. És menjünk távolabb. Áááá. Hogy nem tudom megütni.
Ja. Üljön a sorban, jó. Oké, sorrend. Hirtelen nem tudtam. A fő támadtak a pénztől, az jó. Sok esélyünk van. Csak kibírjuk egy életerővel remélhetőleg. Megfordult maga körül. Ó, de jó. Lehet, hogy itt meg fogunk halni. Még hírt azért dobhatna. Ki kell bírni a végéig, ameddig a pénz tart, úgymond. Ah, picsába. Meghódtunk, na még egyszer. Csak most jobban oda kell figyelni a bunyóra. Most már. Csak összejön. Na gyertek, zaklatók! Megkapjátok a magatokét. Nice. Az igen, fölöklelte mind a hármat. Vagy mennyi volt ott. És a dupláját fogja kapni. A pénzre föltámadnak ezek a jótét lelkek. Nem sokáig. Hármas kombó. Úgy is van. Tipikus jelentem úgy. Raktár épület brúnyóznak. Puff, úgy is van. Ez az. Már csak 4 milliója van a 100-ból. Csak sikerül most már. Na, még egy kör? Aha, még egy kör lesz. Üff, úgy is van. Gyere csak ide. Uff. Na ez? Most pedig végezzetek velük! Mondtam már, végezzetek velük!
Ah, most a nagy darabok jönnek. Gyors váltás lehet? Mehet. Hívatok mentőt! Sajog mindenem! Én felmondok. Hát ezt lecsaptuk. Na most mi van, Tango? Engedjetek be azonnal és meneküljünk. Hogy Elis? És ott hagyták! Nem tudom, mit akartok csinálni velem, de soha nem fogok beszélni nektek. Kérlek, ne bántsatok, mindent elmondok. Bazzik. Nagyon sokat fizettek azért, hogy Elis nézem annak a lánynak az elrablását. Oh. Nem tudok többet. Hová viszik őt? Nem tudom. Kérlek, ne bántsatok. Muszáj követnünk őket, mielőtt örökre elveszítjük a nyomukat. Köszönjük a kocsit, Tango. Vedd úgy, hogy ez az előlegünk. Ezt a kocsit. Jó, persze. Jó, jöjj. Én vezetek. Látni akarom, hogy megy. Jó van. Most én vezetek. Hűha. Nyomás utána jön. Legalábbis a kocsiból ítélve, ugye? Beszarás. Autópálya. Na nézzük még ezt a pályát. Az. Ez kb. Olyan, mint az a lovas pálya volt még a játék elején amúgy. Amikor így lóval kellett kerülgetni az akadályokat. És közben itt is kell a kocsikat kerülgetni. Ütköztünk. Gondolom arra is vigyázni kéne. A csávokámat utól is kéne érni. Talán nem is rossz amúgy. Hűha. Van itt forgalom. Au. Na. Jaj, lehet dudálni is. Nem is láttam. Oké. Au. Nem akartam ennek a része lenni, el az utamból. Érdekes szöveg vannak erre. Az igen, ezek már dudák a javából. Picit gyorsan mentünk. Gondolom utol is kéne érni. Van egy sanda gyanúm. Kb. Lószart nem ért most. Mindjárt utol érjük. Ijajajajajaj. Majdnem. Megvan a furgon. Bazd meg. És akkor vártunk szuperhekusokba, hölgyeim és uraim, sziasztok! Hello! Kezdődött a szuperhekuskodás a bűnvadászokból. Na ez is hallod. Az igen. Húha! Ezt meg én nem figyelem.
Iha. Az igen. Au. Á, nagyon elhúzott most. Au. Fregoli, azaz. Iii. Au. Hát én sem vezetek ilyen kocsit, ezt tuti. Ez az. Csak sikerült. Remélhetőleg. Úgy tűnik helyben vagyunk. Induljunk el haza. Csapdába ejtettük őket, aha. Nem fognak tudni elszökni. Mi a helyzet a kapuval? Ne aggódj, az csak bíz rám. Én rendben, én pedig visszamegyek a kocsihoz. Ládákat. Na te jössz, Terenc. Jaja, megvan már, megvan. Köszi. Ja, már megvan. Oh, hello. Üdv! Ez a zene is hallod. Beszarás. Kapjuk el őket. Persze. Hey, Terence, nem tudnál lenne csinálni valamit, mert ez beakadt. Ez lebeg. Nem lehet ledobni se. No. Amelyem azért tovább lehet menni. Take a look at me now. Bebugosodott a játék. Szerintem. Pillanat. Aztán csak fog működni. Ugye targonca. Az előtte is tudtuk. Na, gyere Terence.
akkor újra a bunyó. Gyorsan verjük le ezeket, mert a végén megint felakad. Jajjaj, repkednek itt a pofonok. Na most már jó lesz talán. Nos, meddig várjunk, hogy közbeavatkozzunk? Nem tudom, miért hallgatok még rád. Basznek. Nem lehet szétverni, nem? Jönnek már. Mind eljövök inkább ide. Azért volt egy pár filmes szerencség még ebben a szűk két órában is amúgy, úgyhogy tök jó. Főleg, hogy ugye már az elej is lement a játéknak. Nem lehet beljebb helyezni? Amúgy. Vagy várjál? El az oldalról? Nem lehet. Mindegy. Nézzük itt mi van. Ja. Az jó. Ja, hát kicsit unalmasnak. Én meg nem tudok mozogni már megint. Na most a jó. Ez meg fél pucéron bunyózik. Nincs egy kicsit hideg ahhoz egyébként. Oké, hogy Miami Beach. De akkor is. Mik ezek, futószalagok? Húha! Lehet, hogy kibasztam magammal. Vagy? Ah, itt meg kikapcsoltuk, jó. Egyébként nem tudtam, hogy mi mit csinál. Na. Szuper hekusok jelenet. Vagyis egy nagy a valószínűsége, hogy az. Vigyázz, Terence! Ezek az úri emberek. Au! Aha, közben mozogni kell folyamat. Ezek nagyon hasonlítanak a K1-es embereire a nyomás utánából amúgy.
Nagyon. Amúgy. K1-esen, már csak a K1 hiányzik a jel hiányzik már csak a pólójukról amúgy. Ruhájukról. De hót ugyanolyanok. A nyomás utánában ugye a hajón, akikkel bunyóztak. Feel. Jaja. I love K1. Azaz. Signature ellenfelek, ugye? Azaz. Szevasz Francis atya, szevasz. Cső. Hete. Azaz az őrült nőszemély, meg Dr. Spider, meg ezek ugye. Érdekes. És fanbase megy ugye. Már jó lesz-e? Hát nem is volt, az a baj. Vagy hát elfogyott? Inkább elfogyott. Csokoládé nem volt soha. Na, várja most. Szevasz Motex, köszi, hogy benéztél, hello. A köszi a követést, szevasz, jó ét. Éppen ilyen nagy bunyók mennek errefelé. Úgyhogy kis... fanoknak igazi kuriózom ez a játék amúgy. Hát ezt majdnem ledobtuk, de csak majdnem. Ki ezt is lehet amúgy kóban játszani. Jó, beálltak a futva amúgy. De amúgy mi a helyzet? Francis atya, mi a helyzet, hete? Na, annak annyi. Na. Hát az tényleg nem sok. Jó, a sörvisli versenynél? Fú, az! Igazából csak félig baszott fel, mert nevetségesen össze-vissza kellett nyomni a gombokat amúgy. Egyébként. Meg tényleg nevetségesen pontosan ele kellett találni, úgyhogy dolgokat. Elvileg még hosszabbítás is volt, ott is elbuktam elég rendesen. De legalább meg lett, úgyhogy... na várja. Mehetünk is tovább. Az egyébként tök jó, hogyha megvan neked is amúgy. Tök királya egyébként. Fú, de az a rész tényleg amúgy leszívja az embert helyenként. Nem is kell most. Pont jó helyen van. De egész csomó, elég sok filmet azért felölel a játék, úgyhogy ettől függetlenül. Beszarás helyenként mik voltak. Bűnvadászok, szuperrekusok, meg minden lófene, úgyhogy... nagyon kész volt. Viszont élvezetes is. Ah, oh, bázzeg. Ládáddal. Hú, de jó vagy.
nem olyan egyszerű gyorsan mozogni ebben a játékban sajnos. Ez az. Megérte már. Terence lehet, hogy fő kéne oda mászni. Na egyébként így a sörversenyre amúgy visszatérve néha kicsit hagytam, hogy gyorsan jöjjenek azok a gombok. Úgyhogy... most talán ez mentette meg végül is az egészet. Fene se tudja. Meg ugye volt az a buggy verseny is egy műsor volt egyébként, úgyhogy fuf. Na az... na az még furcsább volt, mint a sörvízsi verseny, úgyhogy ebből a szempontból. Vegyük fel a sört. Lecsaptuk, mint a szart, úgyhogy... üt a sumó bajnok. Állj, Móle! Uha! Lebaszta egy jó nagy pofonnal. Elkezdem két személlyel, aha. Végül is az is egy opció, hogyha már ugye adott a lehetőség annak, hogy tudod, több személyes kooperatív mód legyen. Úgyhogy... jó, én most mondjuk egyedül játszottam, de tényleg nevetségesen pontosan kellett nyomni a gombokat. De valamilyen szinten sikerült, meg ugye az is egy taktika lehet rá, hogy egyrészt pont akkor iszol, amikor ő, és ugye mind a kettőtöknek lassan jönnek ezek a dolgok, amiket ugye le kell nyomni a a kontroller gombok. Meg ugye... a vége felé ugye hagyott, hogy kicsit gyorsabban jöjjenek neked. Úgyhogy én szerintem úgy nyertem meg Buddal. Terence-el nem volt nagyon esélyem. Legalábbis én, ahogy játszottam streambe. Úgyhogy az is még opció lehet ennél a sörvízsli versenynél. Megmondom, az a bugis verseny sem volt semmi. Olyan szarul lehetett irányítani az autót, meg minden. Itt az állat. Viszont olyan szarul vezettem, meg olyan jó volt a pálya, hogy mindenki kiesett rajtam kívül, úgyhogy én nyertem. Tehát... odáig nem jutottam el. Hát figyelj, hogyha esetleg visszanézed a streamet, akkor azt a bugis versenyt ugye mindenképpen érdemes visszapörgetni, mert az kegyetlen volt. De tényleg. Ne ellenkezz, ajjaj. Aha, pénzt, hírnevet, boldogságot, aha. Ki ez, K1? Úgy tűnik. Szívességet kér. Az egyetlen dolog a világon, amit a jobban ennyingerem van, mint tőled, az a főt babot. Ah! Soha nem leszek a tiéd. Na az oltás. Ó, szigetemre. Megyünk szigetre is. Csak nem kincs, ami nincs is lesz. Az érdekes lesz. Ki az ördög vagy te? Hát ki? Na vajon? A fiúja? Nyilván! Terence. Bob. Dogottól meg azt csináltok, amit akartok. Az a fickó meg akar ölni téged. Hát... bassza meg a fickó. Na, a sumó bajnok. Au. Az igen. Stunoltuk a sumó bajnokot. Ez az.
Aha, oda föl kell akkor mászni. Ó, az átugrik, jó. Legalább nekünk egyszerűsített meg. Azaz. Mert az a bugis verseny is megér amúgy egy misét. Hogy zajlott meg, ahogy történt. Mondom, mindenki kiesett rajtam kívül, csak úgy tudtam megnyerni, mert épp hogy sikerült egy kört megtennem, basszus, 2,5 perc alatt. Úgyhogy kegyetlen volt nagyon. Itt vannak a K1-es katonák. Beszarásam úgy. Beszarás volt az a rész. Kegyetlen volt. Persze, hogy meg kell mentenünk, hát hogy is ne. nem a háznál. Dobjátok őket oda a cápáknak. Ez meg a K1-es nyomás után fogadni merek amúgy. Abból idézte meg a jelenteket a játék. Eléggé körbevettek. Ez az. Bád. Komoly szarba vagyunk. Na várjál. Íha. Nem tudok karaktert váltani gyorsan? Nem. Jaja, Kirby a parancsnok, azaz. Mondta, hogy rabló támadás, a te hangod mélyebb. Kéne életerő, de sürgősen. Au! Az egy darab. Aj, a sört azt fölvenném, jó? Köszi. Na, ez az. Meg hát én is Steamen vettem meg, mert tényleg így kihagyhatatlannak tűnt ez a játék, úgyhogy... Kénytelen voltam kipróbálni. Bújjunk el. Csak nem beöltözünk az egyiknek. Kettő potyóutas, azaz. Ó, hát... Az is még egy élmény lehetett azért így elsőre egyébként. Mit akartok tőlünk? A ruháitokat? Szükségem van a ruhádra, a csizmádra és a motorodra. Jó van, akkor Terminátor utalás is van, köszi. Nekem nincs is motorom. Jó lesz a kajút is. Pofosztál őket. Igen, kapitány. Bevették, jó van akkor. Most pedig mentsük meg a lányt. Mentsük. Ó. Ó, jaj, a szerelem. Aha, különben dőbe jövünk vissza utalás, ugye a Mortimer féle bérgyilkos. Beszarás volt az is. Különben meghallanak minket. Elkapták az édesapámat is, attól tartok, veszélybe van. Ajaj. Ja, akkor az öreget is meg kell menteni, nagyon jó. Ja igen, tényleg ott is volt ilyen, ja pont ez a ruha volt ott, ja, aha. Meg a kincs, ami nincs be is volt valami hasonló ruha, ahogy, ha jól emlékszem. Barátod, ezek meg, csaj meg azt hiszi, hogy ők meg együtt vannak. Szép.
Aha. Ja tényleg amúgy. Baszki. Tényleg. Változott a terv, a lány édesapja nagyon gazdag és rengeteg pénzt ígért nekünk. Azért titokban kövessük és mindkettejüket megmentsük, gondolom. Már is nagyon sok pénzzel tartoznak nekünk. Nyilván. Dupláját kapjuk. Mentsük meg akkor az öreget is. Nyilván. Na, legalább ez a pálya is megvan. Ó, oh, tengerpart. Jó van, ezt még a, ezt a pályára még kíváncsi, a pályára még kíváncsi vagyok. Mert szerintem lehet, hogy egy... Na, ez már kincs, ami nincs zenéből ítélve. Úgyhogy ma ilyen barátságos vagy. Amúgy ez az őszhajú csávó, nem tudom, van itt kurzor, nincs. Ugye a Párbeszéd mellett van az az őszhajú csávó, az egyébként a valódi színész, az mindegyik közös filmjükben benne van egyébként, és nagy haverok voltak. Vagyis egyetlen nagy haverok mind a mai napig ugye. Szegény Bud ugye Isten nyugosztalja, már nem él. Viszont elvileg Terence Hill-el ugye még mindig nagy barátok, úgyhogy... És ugye minden közös filmjükben szerepelt, úgyhogy... Ez a zene is basszus megöl. Bukkó vagy, mint mindig. Mi? Tudod hány nő szeretne együtt lenni Mr. K2-vel? Baszd meg! Itt keverés van rendesen. Azt a kurva. Tényleg ez ilyen fan játék. Fanoknak készült, úgyhogy rajongóknak. Miért nem leszett be a jegyese? Azt a kurva. Ezt a pályát muszáj. Hajrá! Hajrá! Másik emberrel le lehet dobni a másikat, amúgy tök poén még mindig. Nyilván az a játék mechanikailag olyan, amilyen, de... Végül is egy ilyen játéktermi csodát akartak belőle létrehozni, ugye? Vagy valami hasonló terméket, így a rajongókra szabva, ugye? Valamilyen szinten azért bejött nekik. Meg ugye hasonló játék a Streets of Rage is, azt hiszem. Jól tudom mi, a, az a széria. Ez az a Puffin, a Puffin, a Puffin. Nagy darabok is jönnek. Azt is ki kéne egyszer próbálni. Azt hiszem az is benn van a Game Pass-ban, hogyha jól tudom. Ja, nagy darab. Az kidőtt. Au. Mondjuk hírt azt azért dobhatnátok egy kicsit. Nem gecizésből. Na. Nem. Ah, na most a jó. Eljátszogatok velük. Várj, Terence! Segítek! Ah, jó nyomja. Meg használjuk fegyvernek. Hello? Thank you.
Nem sok kell már, hogy halljunk. Push! A szumós is van. Hogy nézem, ott hátrébb volt. Au! Szegény Bud megmurdálózott picsába. Uff. Az elejétől. Jó van. Hát jó van, akkor mára ennyi lett volna a stream. Ez lett volna a Bud Spencer Slaps and Beans féle jóság. Úgyhogy kösz szépen mindenkinek, aki itt volt. Meg minden. Úgyhogy majd holnap szerintem folytatom. Vagy holnap után, nem tudom. Majd még kiderül. Úgyhogy kösz, hogy benéztetek, meg minden. Reméljük jó is tehát tényleg a napotok is, meg ugye kitartást a holnaphoz, és további jó éjszakát, meg jó pihenés nektek, és ja, majd holnap, vagy majd utána találkozunk. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, és sziasztok! Cső! So please, Mr. Man, don't shoot me. Catch me, don't take me away. Here where I live, let's forget and forgive. Wow!